Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit, Jela Jászmin Grész vagyok. 1999 óta rendezik Magyarországon a Kulturális Örökségek Napját. A Bonyhádi Völgységi Múzeum is csatlakozott a kezdeményezéshez, és a rendezvények keretében igyekeznek a Völgység és Bonyhád értékeit bemutatni a nagy közönségnek. A Völgység és ebben Bonyhád számos kulturális értékkel bír. Elég csak a Percelek történelmi hagyatékára, vagy az itt élő népcsoportok kulturális örökségére, hagyományaira gondolni. Ezekből nyújtott ízelítőt az idei rendezvény is. A tematikánál az elsődleges szempont az az volt, hogy a Völgység, illetve Bonyhádhoz kapcsolódó értékeket és hagyományokat mutassuk be, illetve kiállításra került a Percel Biblia, ami ugye Bonyhádhoz fűződő Percel családnak egy rendkívül értékes relikviája. Ebben a Bibliában Percel Molnak a saját kezű jegyzetei vannak, ő ezt anyakönyvként használta több évtizeden keresztül, illetve a számüzetés 18 éve alatt született gyermekének az adatait ide vezette föl, illetve, amit kevesebben tudnak, hogy magába a szentírási részbe is beleírt aláhúzott részeket, rövid széljegyzeteket, megjegyzéseket, tehát egy rendkívül érdekes forrás, és természetesen ez egy majd 300 éves kötet, amiről beszélünk. Ennek megfelelően kellő elővigyázatosság mellett, de azért a kedvünkért kikerült a tárlóból az értékes dokumentum. A Kozai család birtokában állt eredetileg ez a kötet, onnan került a Sárközi családhoz, és amikor Percel Mór feleségül vette Sárközi Júliát, akkor került a Percel családhoz, és itt pedig Percel Mór gyermekei különböző tollakkal, ahogy a különböző időpontokból megszülettek, kerültek bejegyzésre. Itt ugye látszik, hogy egészen a Biblia előlapjáig tartanak ezek a jegyzetek. Ez az utolsó bejegyzés, és minden gyermekének ugye több nevet is adott, és minden gyermekének a második neve az mindig annak az uralkodónak a neve volt, akinek az országában éppen vendégeskedett a számüzetés alatt. Tehát ugye volt az Oszmán Birodalomban, ott született Percel Miklós nevű fia, aki a Szolimán nevet kapta, és Angliában pedig a Percel Julianna nevű lánya, aki meg ugye a Viktória nevet kapta Viktória királynő után. Érdekesség. Egyébként órára látszik, hogy fél hétkor született Julianna leánya, tehát órára pontosan megvan, hogy ki mikor, hol született. A Percel örökség mellett a környékben élő nemzetiség hagyományai is, mint érték, a nap témája lett. A bukovinai székelyek tárgyi kultúrájáról beszélt Lődinc Etel, a népművészet mestere. Bukovinai székek nagyon sok tájházat hoztak létre az elmúlt évtizedek alatt, és ezeknek a tájházaknak a kapcsán, ezeknek a képeknek a segítségével, valamint egy rögtönzött kiállítás segítségével szeretném elmondani a bukovinaiaknak a rövid történetét, és elmondani a tájházakat, és mivel múzeumban vagyunk, egy kicsit a problémákról és a továbblépésről is szeretnék pár szót mondani. A szőttesekből pedig hoztam olyat, ami Bukovinába készült, olyat, amit édesanyám Lőrinc a Dáni népvészetmesterek készített, és néhány olyat, amit én készítettem. Tehát ez is a múltból a folyamatos, máig is történő, folyamatos kultúrában az őrzésbe szeretnék egy kis ízelítőt mondani. És azért hoztam viseltet is, ingeket, mert most már harmadszorra megy az Ügyes Székely Asszonykák program a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége székházába, és ott, bár én nem vagyok varrónő, de a néprajzi tudásom remélhetőleg feljogosít arra, hogy segítsem az asszonykákat abba, hogy hogyan kellene újra megvarni azokat a régi ruhákat. A Székelyek hagyományőrző programjában az asszonyok már megtanulták az ingvadás fortéjait. Jelenleg a férfi ruhák és az alsók elkészítésének visszatanítása folyik. Az Európai Mobilitás Hetéhez kapcsolódóan Bonyhádon is megtartották az autómentes napot, amely során a tömegközlekedés népszerűsítése céljából a városban közlekedő buszjáratokon ingyenesen lehetett utazni. A szervezők a gyerekekre is gondolva számos programmal készültek, többek között egészségfejlesztő játékokat próbálhattak ki, vagy éppen tűzoltó bemutatón vehettek részt. Átmozgató zumbával kezdődött az autómentes nap Bonyhádon. A város már több éve csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez. Az eseményre a környező iskolákból és óvodákból is ellátogattak. Ne menjünk annyit autóval, hogy ne szennyezzük a környezetet. Biciklizek, vagy elmegyek gyalog például fagyízni, vagy ilyesmi. Nagyon odafigyelek, minden szemetet kidobok, amit meglátok.
Több programelemünk is van, reggel 9 órakor kezdődtek a programok, és délután 4 óráig tartanak. A szokásos minden évben jelenlévő programelem az a gyalogos felvonulás, a véradás és a kerékpáros felvonulás délután 2-kor. A reggeli ébresztő zumba után következett ugye a gyalogos felvonulás, a teljes egésznapos programjaink között szerepel egy kezes-lábas játszóház, a közlekedésbiztonsági szemléletformáló programok között egy kresszsuli, ahol a gyerekek gyalogosként és úgymond járművezetőként egyaránt részt vehetnek a közlekedésbiztonsági programokon. Trükkös bringák is vannak, ilyen balra kanyarodok, és miközben jobbra kormányozok, tekerek előre és hátrafele megy a bringa, és hasonló trükkös dolgokkal lehet találkozni. A tűzoltóság is részt vesz a programon, itt egy füstsátorral, illetve hát ha az időjárás is engedi, akkor egy tűzoltó bemutatóval fognak részt venni. Fontosnak tartjuk a gyerekek szemléletformálását, hogy ugye a biztonságos közlekedésre felhívjuk a figyelmet. Egy különleges vendégünk is van idén, a hát pécsi páncélosnak nevezhetjük. Ő gyakorlatilag tetőtől talpig beöltözik, és így közlekedik az elektromos egykerekű járművével. Ő részt vesz most reggel a gyalogos felvonuláson, illetve délután a kerékpáros felvonuláson. Ezzel is úgymond szimbolizálva, hogy ugye a közlekedési eszközöket úgy használjuk, hogy számunkra is biztonságos legyen, illetve a közlekedésben résztvevők úgymond látszódjanak és észrevegyék őket az autósok. A mai nap célja továbbá az is, hogy a fenntartható közlekedésre felhívjuk a figyelmet, ezért vezettük be úgymond ezt a gyalogos felvonulást is, hogy nem muszáj mindig autóval iskolába menni, hanem lehet gyalog és kerékpárral, rollerrel, bármivel, illetve a mai napon a ingyenes tömegközlekedést is biztosítunk a város lakosságának a számára. Azt mondja, rendben már csak indulhatunk? Akkor indulunk! A délután folyamán voltak, akik biciklire ültek és csatlakoztak a kerékpáros felvonuláshoz. Bischoff Tamás pedagógus azt mondja, szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy számos alternatíva létezik az autózás helyett, például a kerékpározás. Az, ahogy biciklizünk a városban, mi együtt, sokan, a felnőtt autósok is egy kicsit arra kényszerülnek, hogy odafigyeljenek jobban ránk. Úgy veszük észre, hogy nagyon sok autós közlekedik a városban, de ez mondhatni azt mondja, hogy jelenség. A társadalmi szokások ahogy átalakulnak, például, hogy anya, apa reggel kocsival viszi a gyerekeket mindig iskolába, és hát szomorú kimondani, de van olyan gyerek, aki 15 évesen nem rendelkezik kerékpárral. Gondolom, hogy ez nem akkora összeg, hogy ne lehetne beruházni rá. Tehát egy kicsit ennek az autómentes napnak az is a célja, hogy elgondolkodjunk azon, hogy hogy érdemes közlekedni, felhívjuk az autósok figyelmét arra, hogy van más alternatíva, és arra is, hogy figyeljenek oda a kerékpárosokra, hiszen ők is az úton közlekednek. Tehát ezt leszívjuk, illetve leengedett állapotban fölhelyezzük, és így illeszkedik az emberek a kezéhez. Később az országos mentőszolgálat tartott bemutatót, Lovag Tibor mentőápoló azt mondja, ezek az alkalmak segítenek közelebb hozni a gyerekeket a mentőellátáshoz. Mindenképpen felhívjuk a figyelmet a gyerekeknél a védőfelszerelések használatára. Bukós isak, aki még nem biztos a biciklizésben, illetve a közúti közlekedésben, térdvédő, könyökvédő használata mindenképpen ajánlott. Ezekkel a felszerelésekkel igazából megelőzhetők a súlyosabb sérülések, ezt fontos elmondanunk. Az újraillesztés magát azt még talán ilyenkor, gyerekkorban még annyira nem kellene erőltetni, viszont a közlekedéssel, biciklizéskor, ahogy megtanulnak biciklizni, már talán alsó tagozatba azoknak a szabályait mindenképpen illik tudniuk. Idén is átadták Bonyhádon a legeredményesebb tanulónak járó Széchenyi díjat a Széchenyi István Általános Iskolában. Az ünnepség két fontos momentumból állt, a díjátadó mellett az újonnan érkezett elsősöket is iskola polgárrá avatták. Ünnepélyes pillanatokra váró gyerekekkel telt meg az egykor Széchenyi nevét viselő általános iskola aulája.
Minden év szeptember 21-én tartják az iskola névadójának a tiszteletére megrendezett ünnepséget. Filó Tamás ünnepi beszédében Széchenyi gondolatait idézve kívánt szerencsét az idei esztendőben végzőknek. Soha sem késő újrakezdeni, új célokat kitűzni, új utakon elindulni. Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhassa jövőt. Habár intézményünk neve már nem őrzi Széchenyi emlékét, a díj, amelyet róla neveztek el, minden évben méltó módon adózik a legnagyobb magyar emléke előtt. A legnagyobb magyar születésének 230. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben, így ez az évforduló tette különlegessé az idei alkalmat. Iskolánk egyik legnagyobb ünnepén vagyunk, a Széchenyi napon. Ez alapvetően gróf Széchenyi István születésnapjához, szeptember 21-éhez kapcsolódik. Ezen a napon született 230 évvel ezelőtt a névadónk. Az immár hagyománnyá vált ünnepség keretein belül jelképesen iskolapolgárá avatják az újonnan érkező első osztályosokat, és átadják az előző tanévben legeredményesebben végzett diák számára a Széchenyi díjat. A vándorserleget az a tanuló kapja, akinek kiemelkedő tanulmányi és sportteljesítménye volt, illetve aktívan részt vett a közösségi életben. Ebben az évben tanítványunk Bene Máté kapta meg ezt a díjat. A szavazás az úgy szokott kinézni, hogy alapvetően a diákok véleményét is kikérjük, illetve a pedagógusok a tantestület szavazat alapján kerül kiválasztásra a tanuló, és így lett ebben az évben Bene Máté. Talán a tasból is látszódott, hogy mindenki elismerésére szolgált a jelölés, hiszen hatalmas tapsot kapott, több percen keresztül zúgott az elismerés hangja. A sok szorgalomnak és a munkának beérett a gyümölcse, mondta Bene Máté. Örült, hogy ezzel a kitüntetéssel a szüleit is büszkévé tette. A serleg birtoklása felelősséggel is jár, mert feladatul kapja, hogy további eredményeivel, munkásságával tovább öregbítse az iskola hírnevét. Most szeretnék mindenképpen az iskolára, a középiskolára fókuszálni és a sportra. Pakson tanulok az eszibe, és szeretnék minden jobb eredményeket elérni. Kis Széchenyisként fogadom. Kis Széchenyisként fogadom. A házi rendet mindig megtartom. A házi rendet mindig megtartom. Az ünnepélyes fogadalomtétel után a 8. osztályos tanulók feltűzik a legkisebb polgároknak az iskola jelvényét, jelezve, mától ők is igazi Széchenyisnek számítanak. A Vörös Marti Mihály Művelődési Központban tartott előadást a Cukorbetegek Életmód Klubja. Ezúttal a mediterrán táplálkozás és életstílus volt terítéken. A már hosszú évek óta aktív csoportot a Bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda hozta létre. Már több mint 7 éve működik a Bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda programja, a Cukorbeteg Életmód Klub, ami azzal a céllal jött létre, hogy segítség a krónikus betegségekben szenvedőket. De szívesen látják azokat is, akik csak az egészséges életmód iránt érdeklődnek. A legutóbbi találkozón a mediterrán életstílus jótékony hatásairól tartott előadást Daniné Turcsányi Éva egészségfejlesztési iroda vezető. Tudjuk, hogy a mediterránumban igen egészségesen táplálkoznak, és ez egy jó követhető példa azoknak is, akiknél mondjuk van valamilyen túlsúly, vagy egyéb olyan kockázat, ami mentén a cukorbetegség kialakulhat. Hogyha összehasonlítjuk a két országnak a mentalitását, akkor azt megfigyelhetjük és láthatjuk is a nyaralásaink során, hogy a mediterrán országokban lakóknak sokkal pozitív beállítódása van, alapjában véve életörömmel élik az életüket, szeretnek az itt és a mostban élni. Mi magyarok, hát igen, mi szeretünk azért rágódni a múlton, szeretjük önmagunkat hibáztatni, és sokszor nem megoldásokat keresünk, hanem inkább az okokat próbáljuk feltárni, ami nem biztos, hogy minden esetben szerencsés. Amikor egy-egy problémához konstruktívan megoldó készlettel állunk hozzá, akkor az jobban növelheti az önbizalmunkat, illetve egy pozitív életérzést adhat. Nem állunk jól, sem a krónikus betegségek tekintetében semmiképpen sem, a túlsúly tekintetében sem, úgyhogy ezért azt gondolom, hogy van hova fejlődni. A másik meg az, hogy rengeteg tévhit olvasható, található, azért mi is segítünk abba, hogy ezeket a tévhiteket egy picit eloszlassuk, és megmutassuk azt az irányt, amit esetleg érdemes követni, hogy nehogy véletlenül többet tartsunk magunknak, mint használjunk.
De miben is térnek el a mediterránumban használt ételek, nyersanyagok? Rengeteg zöldséget fogyasztanak, rengeteg gyümölcsöt fogyasztanak. Az olívaolaj, ugye tudjuk, hogy az olívaolajnak nagyon sok jó hatása van, ugye ők nagyon sokat használják az olívaolajat, illetve ugye a tengeri herkentjük, tengeri halaknak ugye az omega-3, omega-6 tartalma igen magas, ezáltal jót tesz nekünk, úgyhogy, és frissen készítik el az ételeiket, és ami fontos, az, hogy odafigyelnek a táplálkozás minőségére, hogy együtt fogyasztják el az ételeket, és hogy megadják rá az időt, hogy együtt étkezzenek. Úgyhogy ez még majdnem olyan fontos, mint a tápanyagoknak a minősége. A két havonta tartott klubtalálkozók mellett az egészségfejlesztési iroda még számos téren nyújt szolgáltatásokat. Mi a lakosságnak ugye egyrészt egyéni tanácsadással állunk a rendelkezésre, tehát hogyha valaki úgy gondolja, hogy neki is problémája van, amit szeretne velünk megbeszélni, vagy bármilyen kockázattal él, akkor tanácsadásra bejelentkezhet hozzánk. Ez teljesen ingyenes és beutaló nélkül igénybe vehető. Ugye van egy étrendi tanácsadásunk állapotfelméréssel, illetve jelenleg segítjük a hozzánk fordulókat azzal is, hogy egy 5 alkalmas mozgásprogramot is biztosítunk számukra, hogy azzal a reménnyel, hogy esetleg megszeretik a testmozgást, és ez az életmódjuk részévé válik, de elérhetőek nálunk addiktológiai konzultációk is, akár függőknek, beszéljünk alkohol vagy drogfüggőkről, illetve hozzátartozóknak is tudunk segítséget nyújtani. Istenes László tiszteletére rendeztek szeptember közepén Bonyhádon röplabda tornát. Több mint 10-3 fős csapat jött össze a barátságos mérkőzésekre. A Petőfi Sportklub az Istenes tornával zárta a nyári szezont. Ezután már a teremben tartják az edzéseket készülve a bajnokságra. Megtartották az első Istenes tornát Bonyhádon Istenes László tiszteletére. Az eseményen több mint 10 csapat mérte össze tudását. Laci bácsi az egyesületünknél sokat segít, mindig a gyerekek közt van, és úgy döntöttük, hogy a nyarat, a kinti időszakot, mert most terembe fogunk menni, elkezdődik a bajnokság, lezárjuk egy közös lány-fiú tornával, külön kategóriákat indítottunk, és estig játék lesz, közben enni fogunk, szól a zene. Egy ilyen kis lájtos napot szerveztünk. Nagyobb tét úgy nincsen, annyi lenne, hogy tényleg érezze mindenki jól magát, legyünk együtt, az edzőkkel is tudunk beszélgetni, a diákok is egy kicsit a két lány-fiú csapat együtt tud lenni. Csapatok tekintetében úgy mondanám, hogy elég sokan összejöttünk, és nem kettőfős, hanem háromfős csapatokat csináltunk inkább, mert nem tudtuk volna a mai nap akkor végigjátszani a dolgokat. Összesen egy 10 fölötti csapat létszám van, így hogy háromfősek. A torna szervezői meglepetéssel is készültek a bonyhádi röplabda ikonikus személyiségének. A legjobb edződíjat, és a legjobb edződíjat összecsokolázészták, nem baj, uranyom jó, ilyenek apró dolgok. Az idei évben ki nyerte? Istenes László. Azonban nem csak a legjobb edződíját kapta meg az eseményen. Istenes Lászlónak, a torna névadójának, a bonyhádi, az országos és a nemzetközi röplabda sportágban meghatározó szerepet vállaló szaktekintélynek. Sok szeretettel szeretnénk. Hát ez nagy megtiszteltetés, hát erre majdnem könnyes szemmel tudok csak válaszolni, úgyhogy ez le a kalappal, köszönöm szépen. De hát ezek a gyerekeknek az edzésein általában ott vagyok, és kis tisztelnek, szeretnek, én is szeretem őket, lelkesen dolgoznak mindig, és ez adja az új ambíciót, hogy még tegyünk rá egy lapáttal. Istenes Lászlót minden röplabdás és volt röplabdás ismeri a környéken, és ez nem véletlen, hiszen már 50 éven nagy szerepet játszik a sportág népszerűsítésében. 71-től itt Bonyhádon, és 73-ban a Keri csapatával megyebajnokságot nyertem, és attól kezdve ragyogóan ment, hol a Gimi, hol a Keri, vagy a város szintén ment a röplabdások.
Fradinak a tornája. Nagyon sok tornán vettünk részt. A mosolygós arcok, meg ezek az aranyos emberek, aranyos gyerekek, ezek hagyják az ember. Meg tulajdonképpen én szeretem a röplabda sportágat is. És úgy tulajdonképpen diákolimpiákon körülbelül 25-ször voltunk országos döntőn. Ez egy közös munkának az eredménye. Mert hogyha a lányok, fiúk nem partnerek, akkor én nekem nincs röplabda. Ilyen érdemes dolgozni, nem a díjért azért, hogy ennyi ember mosolyog, és jól érzi magát, és ez a legfontosabb. Mondhatjuk tehát, hogy Istenes László nevelte ki a bonyhádi röplabdásokat az elmúlt 50 évben. És tette ezt olyan sikerrel, hogy például egykori tanítványának fia, Máté Norbert, most az egyik vezető röplabdaedző a Petőfi Sportklubban. Ő elmondta nekünk, mit terveznek a következő évadra. Nagyon készülünk a teremidőszakra. Jövő héten elindulnak a bajnokságok az U19-es kategóriában. Mind a két korosztályban mi fogjuk rendezni a tornákat, és most heti 3 edzéssel már készülünk. Edzőmeccseink is vannak, és reméljük, hogy egyre sikeresebbek leszünk. Kicsit megfejeljük a tavalyi évet, és épülünk folyamatosan. Egyre több csapatunk is van, úgyhogy fejlődik a Petőfi Sportklub Egyesülete. Nekem mindig az a célom, hogy minél több gyerek szeresse meg a röplabdát. Eredmény tekintetében meg az a célom, hogy a tavalyi évnél mindig, ami volt, egy kicsit eredményesebbek legyünk. Másodosztályban tavaly 5-ek lettünk, szeretném, hogyha a fiúknál dobogósok lennénk. Istenes László 50 év után sem tudja elengedni ezt a sportágat. Azt mondja, még most is eljár az edzésekre. Ott segítek, ha más nem, a labdát szedem, és akkor egy-két jó tanácsot külön elmondok gyerekeknek, hogy mit, és azért úgy érzem, hogy meg is fogadják, mind értelmes ember, csodálatos gyerekek, és én azt kívánom nekik, hogy legalább addig űzzék a röplabdát, ameddig én. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!